értékesítésből származó bevételt a nyugdíjbiztosítási alapon belül a kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű stratégiai befektetések céljára is lehessen átirányítani, viszont ne lehessen átirányítani a költségvetésen belül gyakorlatilag az úgynevezett meghatározott előirányzatokhoz, magyarul bárhova, ahova a jogalkotó szeretné. Ez egy olyan önkénynek az elejét venni, amely a magánnyugdíjpénztárakból az állami nyugdíjrendszerhez visszaérkező vagyon felélését, folyókiadásokra költését akadályozza meg. Én azt kérem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy vegyék figyelembe azt, hogy bármennyire is nem szeretjük a magánnyugdíjpénztárakat, bármennyire is tiltakoztunk a működésük ellen, a magas kezelési költségek ellen, akkor is ez egy befektetés, a befektetéseket pedig a jövő érdekében illik fölhasználni, legyen ez akár államadósság csökkentés, legyen ez akár stratégiai befektetések megtétele, de semmi esetre sem arra, hogy föléletjük az országgal, és arról gondoskodunk, hogy a költségvetésen tátongó lyukakat jóléti szociális intézkedésekkel tovább tágítjuk, tudván, hogy a magánnyugdíjpénztárakból visszaérkező vagyon erre fedezetet jelent. Amit mi különösen kívánatosnak tartanánk ennél a pontnál, az az, hogy ennek a vagyonnak egy jelentős részét, azt, ami nem állampapírban van, ez körülbelül ennek a 3000 milliárd forintos vagyonnak körülbelül a fele, nemzetgazdasági szempontból különösen jelentős stratégiai ágazatokba történő befektetésre irányítsa át a kormányzat. Magyarul most egy történelmi esélyt kínált ez a magánnyugdíjpénztárak államosítása a kormányzat részére arra, hogy visszavegye a korábban filléreként privatizált közműcégeket, azokat a stratégiai nagyvállalatokat, amelyek most nyugati befektetők kezén vannak, és gyakorlatilag számukra termelik a vagyon. Meggyőződésünk az, hogy ilyen esetben a magyar nyugdíjasok legalább félig meddig megnyugodhatnának, mert elérhető lenne az, hogy a nyugdíjak mögött valós tőkefedezeti elem is áll olyan vállalatokból, amelyek részint egyébként is Magyarországon működnek, egyébként is a magyar emberek befizetéseiből szerzik az árbevételüket, és ebből jutnak nyereséghez is. Különösen jelentős lenne megerősíteni ezt a pillért. A 17. ajánlási pontban pedig kifogásoltuk azt, hogy a kormányzat egy másik törvényt sért meg azzal, amikor ezt a törvényt megalkotja. Ugye a személyes megjelenési kötelezettséget fordítja ebben az esetben meg az előterjesztő, olyan módon, hogy azt teszi kötelezővé, hogy ha valaki továbbra is szeretne magánnyugdíjpénztártag maradni, akkor kell jeleznie a maradási szándékát személyes megjelenés útján, és nem pedig megfordítja ezt, és azt mondja, hogy ha az állami nyugdíjrendszerbe szeretne átlépni, akkor jelenik meg. Csak emlékeztetni szeretném önöket, képviselő társaim, hogy miért is indokolatlan ez a rendelkezés. Hát először is azért, mert a személyes megjelenési kötelezettségre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 34. paragrafus első bekezdése szerint ugyanis akkor van lehetőség, hogyha a törvény a kérelem személyes előterjesztését akkor írhatja elő, ha személyes megjelenés hiányában az ügy eldöntéséhez szükséges tény, információ vagy adat nem szerezhető meg. Hát teljesen nyilvánvaló, hogyha egyszer nyilván tartják a hatóságok, megjegyzem, a magánnyugdíjpénztárakkal együtt ezeket az adatokat, teljesen indokolatlan akkor, és egy másik törvényt sért az a rendelkezés, hogyha előírjuk ehhez képest a személyes megjelenés kötelezettségét. Én azt kérem, hogy azért, hogy ne kerüljön a kormányzat ilyen jogi zsákutcába, ezt a rendelkezést mindenképpen fontolja meg, mert ilyen módon ismét csak akár alkotmányossági felülvizsgálat próbáján is elbukhat a kezdeményezés, bár egyébként a szándék jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Két perces reagálása, megadom a szót Vágó Gábornak, az LMP képviselőjének. Én a 9-es és a 8-as pontokhoz szeretik nagyon gyorsan, röviden hozzászólni. Csak is támogatni tudom Volner Jánosék 9-es
ajánlási ponton lévő javaslatát, de mi ennél egy kicsit szűkebben értelmeztük a 8-as pontban, hiszen úgy érezzük, hogy a jövő felélésének megakadályozására arra van szükség, hogy elkülönítsük ezt az alapot, elkülönítsük a folyókiadásoktól, és úgy érezzük, hogy ez valóban, hogyha a nyugdíjra tették félre az emberek ezt a pénzt, akkor nyugdíjkifizetésekre fordítódjon ez a pénz, és ez a megtakarítás, ez valóban a nyugdíjas, a most befizetők nyugdíjas éveit tudja finanszírozni, és itt Volner úrral van egy vitánk, mert itt szerintem nem a jóléti kiadások ütötték ezt a hatalmas lyukat, amit ezzel a nyugdíj vagyonnal akarnak befoltozni, hanem a személyi jövedelemadó rendszer átalakítása, tudnék a gazdagok zsebébe hagynak még több pénzt, ez okozta itt ezt a vagyon fölélésének a lehetőségét, illetve indokát. Köszönöm a szót! Köszönöm, képviselő úr. Úgy látom, hogy a vitának erre a szakaszára újabb jelentkező nincs, úgyhogy a részletes vita első szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita második szakaszát az elsőtől a negyedikig terjedő pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, Vágó Gábor, az LMP képviselője következik. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, szintén csak gyorsan az egyes ponthoz szeretnék hozzászólni. Az egyes pontban Sherin képviselő társammal azt javasoljuk, hogy a szabad nyugdíjpénztár választás lebonyolításával kifejezés helyett, tehát a törvény címében kiiktatnánk a cinizmus elleni háború egyik csatájaként a szabad szót, és helyette azt tennénk be, hogy a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartása gazdasági ösztönzőinek felszámolásával és adminisztratív akadályainak kialakításával, valamint a tagi megtakarítások terhére a rövidtávú költségvetési bevételek maximalizálásával összefüggő egyes törvényjavaslatokról legyen itt szó, mert valójában itt erről van szó, itt nem a szabad választásról van szó, hanem a jövőnk feléléséről. Köszönöm, és még itt szeretném bemutatni a két kapcsolódó módosító javaslatunkat, aminek az egyiknek pont az a lényege, hogy ez az alap, amely ezzel a magánnyugdíjpénztári vagyon fölött fog majd rendelkezni, az ne egy szimplán kormányzati emberekből álló alap legyen, hanem igenis legyen a parlamentnek, ezáltal az ellenzéki pártoknak is beleszólása, hiszen itt a vagyon fele az állampapír, a másik felével való gazdálkodás igenis, hogy kockázatos abból a szempontból, hogy milyen időben és hogyan kerülnek ki például a tőzsdére azok a részvények, amelyeket most a magánnyugdíjpénztárak, hogy úgy mondjam, mint vagyonként átadnak az állam részére, és hogy ennek a bennfentes információknak persze természetesen minden várakozás szerint nem fognak ezekkel visszaélni, de mégis, hogy ez ne csupán egy kormánypárti többségű lehet a javaslatunk szerint, csak ne csupán kormánypártiakból álló szervezet legyen, ne egy újabb fideszes bábcsoportot hozzunk létre, hanem valóban legyen a parlamentnek, ezáltal az ellenzéki pártoknak is beleszólási lehetősége, hogy ne éljünk föl a magánnyugdíjpénztári vagyont. Köszönöm a szót! Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni, jelentkezőt nem látok, így a részletes vita második szakaszát és egyben a vita egészét lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e válaszolni, most nem kíván. A módosító javaslatokról várhatóan a jövő heti ülésünkön határozunk. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, napirend utáni felszólásra senki sem jelentkezett. Az országgyűlés őszi ülésszakának kétnapos ülését 2010. december 6-án 13 órára összehívom. Megköszönöm munkájukat, az ülést bezárom.